A tavalyi Eurovíziós Dalfesztivál a Maneskin győzelmével ért véget. Egy évvel később a nemzetközi verseny karavánja megérkezett Torinóba, a Salotto d'Italia térre. 40 ország versenyez a zenei bajnokok ligájában, amelyet a Pala Olimpicóban rendeznek meg sokszínes programmal együtt. Itt Torino szívében, a Parco del Valentinoban nyitotta meg kapuit az Eurovíziós falu. Ez a város legfontosabb csomópontja, 17 ezer ember befogadására alkalmas, teljesen ingyenes, hatalmas szabad tér. A faluban több mint 200 művész lép fel. Az esti műsorokat óriás kivetítőkön lehet majd követni, mondta az Euronews tudósítója. Néhány órával az elődöntők után a torinói Holden iskolában ünnepelték az Európa napját a békéért. Az Ukrajnával szolidaritást vállaló eseményen részt vett az Európai Parlament egyik alelnöke is. Van olyan hely a világon, ahol ezen a napon katonák masíroznak, erőt fitoktatnak és háborús propaganda szónoklatokat tartanak. De mi itt az iskolában vagy az Eurovízió színpadon inkább a szabadságról, a jogokról, a jövőnkről beszélgetünk, és arról, hogy milyen volt, vagy milyen ennek kell lennie a mi Európánknak, mondta a parlament alelnöke. Torinóban már minden készen áll a nagy zenei megmérettetésre, a versenyre, mely a muzsika egyetemes nyelvén szól mindenkihez, még a háború idején is.